15. fejezet Milyen vidáman pompásan sugárzik le a nap az égről, pedig a Balaton körül nem láthat egyebet, csak szenes háztetőket szanaszét heverő holtakat, letiport vetéseket. Ó, ha a nap az Isten arca volna, sugarak helyett köny hullona a földre. A pap előre tudta, hogy az ő faluja is felvandulva. Mégis, ahogy fölértek a dombra, s a kertifák fák lombjain túl előmerett a kormos, tetőtlen torony, elvizesedett a szeme. El volt pusztulva az egész falu. Sehol egy ép tető, sehol egy ép kapu. Az udvarokon bútor töredékek, hordódongák, liszt hulladék, holt emberek és holt állatok. És sehol egy élő ember. Csak néhány gyáva kutya, amely elinalt a veszedelemben, s visszatért a veszedelem után, és egy-néhány baromfi, amely el tudott szárnyalni a rabló kezelől. A pap leszállt a kocsiáról és levetette a süvegét. – Vedd le te is a süvegedet, fiam! – mondta Gergelynek. – Halottak faluja ez, nem elevene ki. Leszállt a kocsiról, a lovakat vezetve haladtak bejebb. Egy nagy hajú ősz néző arccal keresztbe hevert az úton. Hold kezében még mindig tartotta a vasvillát. A bíró, mondotta a pap. Szegény András bácsi. Megfogta a halott karját és elvonszolta az útból, hogy a lovak elmehessenek mellette. Egy másik paraszt derékban megtörve lógatta holt fejét a kerítésen le az utcára mintha nézni a saját vérét, amely a fejéből a földre csúrgott, s megfeketedett ottan. A disznója ott legelt mögötte az ágytollal ellepett udvaron. A disznót nem bántja a török. És egy mesztelen csecsemő gyerek is ott hevert a közelében a kapu mellett. A mellecskéjében tátongó seb. A pap fogta a lova kantárját és vezette. Nem nézett már se jobbra, se balra, csak az utat nézte, amelynek a pora sárgálott a napfényben. Végre a paplakhoz értek. Annak sincs teteje. A megszenesedett fekete ollófák nagy abetűket formálva meredeznek a tető araszos hamuján, s az utcai ablak fölött fekete a fal a láng nyomaitól. Akkor gyújtották fel azt a házat, mikor őt forró vízzel öntözték, hogy adja elő a templom kincseit. A pap még ott áll az udvar közepén. Körülötte a nagy diófa a töredékei, könyvek, gabona hulladék, elgázolt szobai virágok, széklábak, edénycserepek. S a lába törött asztal mellett egy fekete ruhás öregasszony, aki hanyat fekszik, a két karját szétnyújtva. S fekete vértúcsa van körülötte. Az a papnak az édesanyja. Itthon vagyunk, mondotta a pap Gergelyre fordítva könnyekben ázó orcáját.